Miskolcon építi első Kínán kívüli gyárát a Chervon Auto. A beruházástól 140 munkahelyet várnak. Folytatódik az épületek bontása az Y-hídnál. A jelenlegi forgalomkorlátozás tavaszig tart. Körözött bűnözőt fogtak a rendészek, a férfi egy igazoltatásnál bukott le. Önök a Miskolc televízió híradóját látják 2020. október 20-án kedden. Jó estét kívánok, kezdődik a híradó, jönnek a részletek. Kínai befektető érkezik Miskolcra. A Chervon Auto 17,5 milliárd forintos beruházást hoz Magyarországra. A fejlesztéshez a kormány 5,3 milliárd forint visszanemtérítendő támogatást biztosít, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter elmondta, az autóipari beruházás első ütemben 138 új munkahelyet teremt. A vállalat célja, hogy évente 2 millió alkatrészt gyártson a hagyományos és az elektromos autóipari vállalatok számára. A kínai cég egy 8 hektáros miskolci területen, valószínűleg a déli ipari parkban egy 26 ezer négyzetméteres gyártócsarnokot húz fel. Különösen fontos ez számunkra, hiszen egy ilyen nagyon nehéz időszakban döntött úgy a kínai befektető, hogy itt valósítja meg legújabb beruházását. Persze a munka jelentős része még most következik, és a gazdaságfejlesztői szakembereinknek még az a feladata lesz, hogy ennek a beruházásnak a megvalósítását elősegítsék az elkövetkező években. Épületek bontásával folytatódik az Y-híd beruházás. A vasúti híd után a héten már a korábban kisajátított és közművekről lekötött 16 darab Vörösmarty utcai házat is elkezdték bontani. Köztük vannak üzletek, irodák, lakóházak és garázsok is. A tervek szerint a jelenlegi forgalomkorlátozások mellett 4-5 hónap múlva végeznek a bontási munkákkal. Az Y-híd és a tehermentesítő út teljes beruházása 13,5 milliárd forintból, két ütemben, várhatóan 2022-re készül el. Szeptember közepén zárták le a vasúti felüljáró Vörösmarty utca felé vezető ágát. A lezárásra a felüljáró bontási, valamint az Y-híd alapozási munkálatai miatt volt szükség. Azóta Martinkertvárost és Szirmát autóval csak a Tiszai pályaudvar felé lehet megközelíteni, és változott a hármas és háromás autóbuszok közlekedése is. Szeptember végén a bontási és az alapozási munkák is elkezdődtek. A híd bontásánál csak nem 10 000 köbméternyi földet mozgattak meg a szakemberek. Kedden munkások válogatták a kibontott építőanyagokat a Vörösmarty utcai egykori mérlegüzem területén. A nádat, a faanyagot és a vasakat az előírásoknak megfelelően külön deponálták. Az ablakok és ajtók kézi kibontása után az utca felőli üzemépület tetejét kezdte bontani a markoló. Néhány perc alatt már csak törmelék maradt belőle. A következő napokban ez vár a szomszédos épületekre is. A munkák üzleteket, irodákat, üzemépületeket, lakóházakat, társasházat és garázsokat is érintenek. Először elbontják az ablakokat, ajtókat, a tetőt, a födémet, eltávolítják a teherhordófalakat, az épületek alapját, feltöltik a pincék helyét, majd rendezik a terepet. A jelenlegi 2x1 sávos utat 2x2 sávosra szélesítik. Ehhez szükség van az út melletti 16 épület elbontására is. Ezeket korábban már kisajátították és a közművekről is lekötötték. Hamarosan szervizutat, parkolót és járdákat is építenek, hogy a megmaradt ingatlanok megközelíthetőek legyenek. Közben a területen a kivitelező folytatja a felüljáró belváros felüli oldalának bontását és a közművek kiváltását. Jelenleg csak nem 20-an dolgoznak a híd bontásán. Több mint 30 ezer légköbméternyi épületről van szó, amit el kell bontani. Előreláthatólag egy 4-5 hónapot fognak ezek igénybe venni. A kivitelező szervezettel egyeztetett módon hajtjuk végre a bontásokat, tehát úgy haladunk az épületek elbontásával, hogy minél korábban tudjuk a vállalkozónk részére szükséges munkaterületet biztosítani. A projektvezető szerint az időjárás most még nem befolyásolja a munkákat, a határidőket tudják tartani. A cölöpözések mellett az összefogásukra alkalmas úgynevezett fejgerendákat is megépítik, és erre kerülnek majd a híd szerkezeti elemei. Az érintett terület mellett a jelenlegi forgalmi rend várhatóan jövő év márciusáig van érvényben.
A héten elkészül az ivóvízvezeték cseréje a Perecesi Finkely utcában, a felújítás jövő héten pedig aszfaltozással folytatódik. A Mivíz Kft. Saját forrásból több 10 millió forintból a teljes utcában csaknem 250 méter hosszan cserélte ki a vízvezetékeket. A környéken az utóbbi időben már egyre több volt a csőtörés, így a beruházással csaknem 10 éves probléma oldódhat meg. A teljes beruházás az időjárástól függően néhány héten belül elkészülhet. Ennek a része az utcaburkolat felújítása is. Az egyébként is széttöredezett aszfalt réteg ugyanis a felújítás miatt még rosszabb állapotba került, így most annak a helyreállítása következik. Ennek az útnak nagyon régen épült, nem rendelkezik betonalappal, ez gyakorlatilag egy aszfalt réteg volt, és ugyanúgy a járda térköve is, illetve a szegély is igazándiból csak a földre lett lerakva annak idején, tehát az út a felújítás során meg már korábban is nagyon szét volt töredezve. Itt megpróbáljuk azt csinálni, hogy mindenféle forrást, mindenféle költségvetési sorról megpróbálunk összegerebézni és valamiféle normálisabb helyreállítást is végezni a rekonstrukció mellett. Hosszabb lett az őszi szünet a Herman Ottó gimnáziumban. Az intézményben kettő már nincs tanítás. Úgy tudjuk, a koronavírus járvány miatt elővigyázatosságból hosszabbították meg a középiskolában a szünetet 3 nappal. A gimnázium hivatalos közleményben arról ír, hogy a tanítás nélküli munkanapok átcsoportosítása miatt szünetel a tanítás október 20-a és 22-e között. Erre az iskoláknak egy tanévben 7 nap áll rendelkezésükre, ebből csoportosítottak át most 3 napot. Úgy tudjuk, hogy az őszi szünet végét a tanítás nélküli munkanapok áthelyezése nem befolyásolja. Az oktatás november 2-ától folytatódhat. Az október 23-ai ünnepségeket idén a koronavírus miatt nem a megszokott rend szerint szervezik Miskolcon sem. Az 1956-os forradalomhoz és szabadságharchoz kapcsolódó koszorúzásokat és megemlékezéseket megtartják az emblematikus helyszíneken. Egyszerre legalább 2 helyen lesznek események, ezzel is elkerül be a nagyobb csoportosulást és a betegség terjedését. Az események Miskolcon a Zsolcai kapui emléktáblánál és a Romek emlékoszlopnál kezdődnek 9 órakor, majd Mislei Emese emléktáblájánál folytatódnak, ahonnan a Hősök terére és a Széchenyi emléktáblához érkeznek a résztvevők. A programok 11:30-kor a Petőfi téren érnek véget Veres Pál polgármester beszédével. Elhagyhatta a lakott területeket a Miskolcon észlelt medve. A polgármesteri hivatal közleménye szerint hétfőn este az állatot az Őz utca környékén található zárt erdőben észlelték, majd a Csanyik-völgy irányában elhagyta a várost. A polgárőrség és az önkormányzati rendészet befejezte a vadállat keresését, helyettük kedd délutántól a Bükki Nemzeti Park munkatársai keresik tovább. Ha megtalálják a medvét, altató lövedékkel elkábítják és elszállítják. Körözött bűnözőt fogtak a miskolci önkormányzati rendészek vasárnap. Térfigyelő kamerával szúrtak ki egy italozó társaságot, aminek a tagjait a környéken dolgozó járőrök igazoltatták. Ekkor derült ki, hogy egyiküket körözik. Azonnal értesítették a rendőrséget, akik rövid időn belül a helyszínre érkeztek és előállították a bűnözőt. A szabálysértés megszüntetése érdekében intézkedés alá vonták, azonban az intézkedés során kiderült, hogy az egyik főt körözik országosan. Ennek megfelelően a rendőrség munkatársa a Miskolci Rendőrkapitányságra előállította. Csütörtöktől újra kinyit a Diósgyőri tanúszoda. A létesítményen kívül pedig a Keménydénes sportuszoda, a Barlangfürdő és a Selyemréti strandfürdő továbbra is várja az úszni vágyókat. A koronavírus járvány miatt viszont a szolgáltatásokat a vendégek csak fokozott higiénés szabályok betartásával vehetik igénybe. Már feltöltötték a medencét a Diósgyőri tanúszodában. A koronavírus járvány miatt elrendelt kényszerszünetben elvégezték az időszakos karbantartásokat és a kötelező tisztasági festést is. A közlekedő helyiségeket, az öltözőket és a mögöttem látható galériát, a belső teret festették ki. A Miskolc Sportcentrum Kft. Által üzemeltetett létesítményt váratlan műszaki hiba miatt a tervezettől 1 héttel később, október 22-én adják át. A gyermekmedence még üresen áll. A járvány miatt kormányrendelet tiltja a tanintézményekben való kötelező úszásoktatást, ezért ezt a medencét csak külön igény esetén töltik majd fel. A nyitvatartási idő is rövidebb lesz. Hétköznap reggel 5:30-kor nyitunk,
és 16:30-kor, 16:45-kor kell elhagyni az épületet már, tehát zárás előtt fél órával kell a medencét elhagyni. Szombaton ez az idősáv, időpont reggel 7:00 és 13:30, és vasárnap pedig szintén reggel 7 órás nyitás és 16:30. A vendégek csak szájmaszkban léphetnek be az uszodába. A testhőmérséklet ellenőrzést és a kézfertőtlenítést követően nyilatkozniuk kell arról, hogy nem fertőzöttek meg koronavírussal. A kemény dénes sportuszoda és a barlangfürdő továbbra is zavartalanul üzemel. A selyemréti strandfürdő az őszi karbantartások miatt október 26-ától november 1-ig bezár majd, majd november 2-ától az úszómedence ismét az úsznivágyók rendelkezésére áll. A Miskolc-Tapolcai strandfürdő wellness részlege pedig ősszel és egész télen várja a vendégeket. Nem sikerült a bravúr az első hazai mérkőzésen a DVTK női röplabda csapatának. Az ellenfél a bajnok esélyes Kaposvár volt. Mindhárom szettet a vendégek uralták, ám néhány hazai jelenetben már látszott, hogy a Diósgyőri csapat kezdi felvenni az extra liga ritmusát. DVTK Kaposvár 0-3. Az extraliga alapszakaszának harmadik fordulójában vasárnap hazai pályán fogadta a DVTK női röplabda csapata a komoly játékerőt képviselő kaposváriakat. Az első szettet magabiztosan kezdték a vendégek, a piros-fehérek hibái miatt pedig hamar előnyre tettek szert. A játékrész 12-25-ös eredménnyel zárult. A fordulást követően kiegyenlített volt a játék, egy kis idő elteltével viszont ismét a kaposváriak akarata érvényesült, és 17-25-re megnyerték a játékrészt. A harmadik szett sem hozott változást, az utolsó harmadot magabiztosan uralták és hozták a vendégek. Így DVTK Kaposvár 0-3. Hát egy kicsivel többre számítottam. Én úgy gondolom, hogy voltak olyan labdamenetek, ahol lehetett látni, hogy azért van a csapatban potenciál, de sajnos a nyitásfogadásunk a mai nap nem volt olyan, hogy meg tudjuk mutatni igazából az erényeinket. Jól kiszedték a kulcsembereket, abból nem tudtunk precízen pontos játékot produkálni, és hát ez törvényszerűen szült el most, hogy a Kaposvár nyert. A DVTK női röplabda csapata legközelebb idegenben szombaton lép pályára, amikor a Vasas csapata lesz az ellenfél. A Szekszár nyerte a vasárnapi rangadót az Aluinben DVTK női kosárlabda csapata ellen. A piros-fehérek dolgát nehezítette, hogy nem lehetett a kispadon a vezetőedzőjük. A Völgyi Péter szakmai igazgató irányításával játszó Diósgyőr nagyot küzdött, ám végül 10 ponttal alul maradt. Szekszárd Aluinben DVTK 67-57. A DVTK női kosárlabda csapata legközelebb hazai pályán lép pályára, szerdán este, amikor a Pink csapatát fogadja a Generali Arénában. Sajnos támadó lepattanózásban felőrölt bennünket a Szekszárd. Hiába védekeztünk helyenként jól, sajnos rendre visszaszedték rossz dobásaikat, és ennek köszönhetően, illetve az agresszív letámadásoknak köszönhetően egy elég nagy előnyre szertettek. Nem adtuk föl, és akár szorosabb mérkőzés is válhatott volna a végén, de azt gondolom, hogy ez a 10 pontos különbség, ami beállt a mérkőzés végére, ez reális jelen pillanatban a két csapat között. Az, hogy hogyan érintette a csapatot a vezetőedző hiánya, és hogy mit várnak a szerdai Pink elleni hazai mérkőzéstől, kiderül a híradó után kezdődő sportpercekből. Nem lép jégre hazai pályán hétvégén a DVTK Jeges Medvék jégkorong csapata. A sorsolás szerint október 23-án az Érsekújvárt fogadták volna, de mivel a hatályos jogszabályok miatt a kiemelt nemzeti ünnepen nem lehet sporteseményt rendezni, ezért a két csapat pályaválasztói jogot cserélt. A vasárnapi ellenfél Gyetva csapatánál pedig több játékos koronavírusos lett, így a mérkőzést későbbi időpontra halasztják. Északon ködösebb idő, délen vénasszonyok nyara várható. Részletek az időjárás jelentésben a híradó után. Friss hírekkel legközelebb szerdán jelentkezünk. Videóinkat a minap.hu-n újra nézhetik és írhatnak is nekünk. Észrevételeiket az info@mikon.hu e-mail címre várjuk. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!